A Mi Hazánk Mozgalom egyedüli ellenzéki pártként támogatja a koronavírus törvényt, hiszen ez nem Orbán Viktorról vagy Orbán Viktor kormányáról szól, hanem arról, hogy a honfitársaink életét, egészségét sikerül-e megőriznünk. A Mi Hazánk Mozgalom azért is áll emellé a kezdeményezés mellé, mert most félre kell tenni a pártpolitikai csatározásokat, és mindannyiunknak a cselekvés oldalára kell állnia. Mi nem csak a parlamentben tesszük ezt, hanem a Mi Hazánk Mozgalom erőforrásait az érintésmentes bevásárlási missziunk keretében az idősek szolgálatába állítottuk, tehát tagjaink, aktivistáink országszerte segítik az idős embereket azzal, hogy bevásárolunk helyettük nekik, hogy ne kelljen kimozdulniuk az otthonaikból. Emellett kezdeményezzük azt is, hogy az otthonmaradás az idősek számára valóban meg tudjon valósulni, hogy a telekommunikációs cégek tegyék ingyenessé a nyugdíjasok számára a telefonálást a veszélyi helyzet idején, hiszen elmagányosodásokat így tudjuk mérsékelni. Hónapokon keresztül gyermekeiktől, unokáiktól, barátaiktól elszakítva, bezártan élni rendkívül nagy erőpróba lesz az idős honfitársainknak, és mindent meg kell tennünk azért is, hogy ezt az elmagányosodást mérsékelni tudjuk az esetükben. Én szeretném azt hangsúlyozni, hogy jó néhány országban, többek között az utóbbi időben, Szlovákiában és Csehországban is elrendelték, kötelezővé tették, hogy mindenki viseljen szájmaszkot. Ennek az leginkább az egészségügyi oka, hogy a koronavírusos megbetegedések lappangási ideje akár 2 hét időtartam is lehet. Ez alatt nagyon sok olyan beteg van, akin nem jelentkeznek a tünetek, viszont már megfertőzheti a közvetlen környezetét. Éppen ezért nem ért egyet a Mi Hazánk Mozgalom Müller Ceciliának, illetve az operatív törzsnek azzal a kijelentésével, hogy Magyarországon csak a betegek hordjanak maszkot. Tudjuk a statisztikai adatok alapján is, hogy a megbetegedetteknek közel a 60%-a az gyakorlatilag pusztán vírusfordozó és semmiféle külső betegségi jeleket nem produkál, viszont megfertőzi az embertársait. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom az egy országos akciót, egy országos kezdeményezést indított, és jó magam is, és a Mi Hazánk Mozgalom minden tagja is igyekszik arra felhívni a lakosság figyelmét, hogyha teheti, mindenki, aki kimozdul az otthonából, az tegye fel a szájmaszkot, hiszen ezzel tudjuk megvédeni egymást ettől a borzalmas járványtól. A Mi Hazánk Mozgalom álláspontja szerint a koronavírus járvány, a rendkívüli jogrenddel kapcsolatos intézkedések, illetve az a veszélyhelyzet nem csak az emberek hagyományos értelemben vett immunrendszerét teszi próbára, hanem a gazdasági és pénzügyi immunrendszerünket is. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom elvárja a Magyarország kormányától, hogy azonnali hatállyal vezessenek be hatósági árakat az alapvető élelmiszerekre, a legfontosabb láz, fájdalom és gyulladás csökkentő gyógyszerekre, valamint a fertőtlenítőszerekre. Ezen kívül a végrehajtásokkal kapcsolatos könnyítéseket ne csak az ingó és ingatlan végrehajtásokra terjesszék ki, hanem azonnali hatállyal le kell állítani a munkabérekre és a nyugdíjakra vezetett letiltásokat és inkasszókat annak érdekében, hogy ezáltal is megkönnyítsük alacsony keresetű, nehéz helyzetben lévő honfitársaink, akár nyugdíjaskorú honfitársaink számára ezeknek a hónapoknak az átvészelését. És végül, de nem utolsó sorban a Mi Hazánk Mozgalom szeretné felhívni egy olyan hivatásrend problémáira a figyelmet, amiről eddig méltatlanul kevés szó esett, holott láthatnánk, hogy a mostani helyzetben hetek alatt, napok alatt átértékelődik minden, megváltoznak, ahogy tetszik, helyükre kerülnek a fontossági sorrendek, és jól látható, hogy ilyen helyzetben alapvető fontosságú, hogy az élelmiszer termelés biztosítva legyen a jövőre nézve is, és a szükséges mennyiségű fűtőanyag is. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom határozottan kéri és elvárja Magyarország kormányától, hogy a mező- és erdőgazdaságban tevékenykedő munkáltatók és munkavállalók is részesüljenek azokból a könnyítésekből, amelyekből más szektorokban, más területeken dolgozók nagyon helyesen már részesülhettek.